Csak sétálok. Ez a címe magyarra fordítva annak a blognak, amit egy olyan amerikai férfi ír, aki szinte New York egész városát bejárta már gyalog. Az Egyesült Államok keleti és nyugati partja között is átsétált már. 13 ezer kilométer. Ennyit sétált New Yorkban Matt Green, aki már 95%-ban bejárta a várost. Nem ez az első elképesztő útja. 2010-ben a New York-i Beach negyedből elsétált egy azonos nevű oregoni városba. Ezzel átszelte az Egyesült Államokat, csak nem futva, ahogy Forrest Gump. Az inspirációt sem a híres filmből vette, hanem egy Gary House nevű férfitől. Másfél évvel utána kezdtem bejárni New Yorkot. Hallottam, hogy Manhattanben már csinálták ezt, és érdekesnek tűnt. Sok embernek mondják, hogy ha erre jár, nézzel meg minél több dolgot. Én úgy döntöttem, mindent megnézek. Azon kezdtem gondolkodni, képes lennék-e, mint az öt kerületet besétálni, mondta Green. A 39 éves férfi építőmérnökként végzett, de elege lett a mókuskerékből. Nincs állása, sem állandó lakhelye. A séták közötti szünetekben másoknál pihen meg, a szállásért cserébe pedig vigyáz a házi kedvenceikre, és öntözi a növényeiket, amíg nincsenek otthon. New Yorkban azért nem csak sétálni szokott. Egyszer 24 óra alatt minden helyi metrójáratot kipróbált.